Tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönöm a meghívást, örömmel tettem eleget, hiszen mint a foglalkoztatásért felelős államtitkár ennél jobb helyen nem is lehetnék, hiszen akkor, amikor munkahelyteremtésről, foglalkoztatásbővülésről, gazdaságélénkítésről, gazdaságfejlesztésről van szó, akkor ennél nagyobb öröm nem lehet egy államtitkár számára. Én azt gondolom, hogy nagy nap ez a mai a cég életében, hiszen egy igen jelentős beruházás sikerült az elmúlt időszakban megvalósítani. Nagyjából, ha jól vagyok informálva, ilyen 1 milliárdos támogatással közel 5 milliárdos beruházást sikerült megvalósítani, ami valóban egy igen jelentős mértéknek köszönhető. Azt gondolom, hogy a város számára is egy fontos esemény a mai, hiszen nincs az országnak olyan területe, olyan térsége, ahol a leginkább a munkahelyteremtésnek örülnének az ott élő emberek, hiszen hogyha egy nagymúltú cég Magyarországot, Magyarországon belül pedig Egert választotta a bővítés telephelyéül, ez mindenképpen megtisztelő a város számára is, és meggyőződésem, hogy megtisztelő a magyar emberek számára is, hiszen ez azt bizonyítja, hogy töretlen az a bizalom, ami a magyar munkaerő, a szakképzett munkaerő irányába mutatkozik meg. Németország és Magyarország ezer szálon kapcsolódik a gazdaságunk egymáshoz, és ezen belül is az autógyártás, mint az elmúlt évek megmutatták, az autóipar, ugye az a zászlós hajója, a zászlós projektje az iparágnak, és ezen belül ugye Magyarország az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon látványos fejlődésen ment keresztül. Én pedig szívemhez közel áll mindig, hogyha ilyen helyre jövök, mert eredetileg én gépészmérnök vagyok, és kicsit itthon érzem mindig magam, amikor az ipar területén tudunk látványosan eredményeket fölmutatni, eredményeket elérni. Ugye Magyarország számára a legnagyobb kihívás a idei évben a gazdaság beindítása, de nem csak Magyarország számára, hanem egész Európa számára ez egy igen jelentős kihívás, és azt gondolom, hogy minden egyes ilyen és ehhez hasonló lépéssel, amikor alapkövet teszünk le, amikor egy termelő beruházás kapcsán épületet adunk át, mindig egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz a nagyon nagy célhoz, hogy már az idei évben sikerüljön a gazdaságot a recesszióból kihúzni, és a következő esztendők pedig már ne a válságról, ne a válság okozta gondokról, hanem a fejlődésről, a növekedésről, a foglalkoztatásbővülésről szóljanak. Köszönjük a cégnek a bizalmat, egész biztos vagyok benne, hogy a magyar emberek meg fogják ezt a bizalmat hosszú távon szolgálni, mint ahogy eddig is megtették. A városnak is sok sikert kívánok a következő időszakban is ilyen és ezhez hasonló projektek mentén, és hát Magyarországnak is azt hiszem mindannyian sok sikert kívánhatunk ahhoz, hogy az elkövetkezendő időszakban minél több ilyen és ehhez hasonló rendezvényen lehessünk részt. Köszönöm szépen és gratulálok még egyszer. Has to be extended like that. Like a telescope. You can open it and bring it out.
But the real function, when it's fixed, it has to be really fixed, and only there are coming some torque and some energy from the wheels. Mm-hmm. Vibrations. Mm-hmm. And this has to be absorbed only in that area. By a ball and slide combination. Very important issues on that part, even if it seems very easy, this part, due to the vibrations and the fact that the driver is 8 hours in the car and he's feeling each vibration on the car.